Elkészült az első tisztán elektromos meghajtású busz, ami Miskolcon közlekedik majd. Az MVK ZRT 10 darab ilyen jármű beszerzésére nyert pályázatot 2021-ben a Zöld Busz projekt keretében. Az első járművet Kínában gyártották, a további 9 teljes egészében Komáromban készül majd. A tervek szerint ősszel már mindegyik forgalomba állhat. A miskolciak által jól ismert kék-sárga busz veszi fel az utasokat a tapolcai elágazásnál. A dízel üzemű járművek most még városszerte gyakran feltűnnek, de a számuk a közeljövőben csökkenni fog majd. Az MVK ugyanis ismét korszerűsítheti flottáját. Az MVK ZRT is más városokhoz hasonlóan pályázatot nyújtott be a zöld busz program keretében, tisztán elektromos hajtású autóbuszok beszerzésére. A pályázat sikeres volt, a társaság 1,5 milliárd forintos támogatást nyert, amit tavaly augusztusban jelentett be az MVK vezérigazgatója. Ennek köszönhetően 10 darab elektromos autóbusz, valamint az ehhez kapcsolódó összes jármű egyidejű töltésére is alkalmas töltő infrastruktúra érkezik hamarosan Miskolcra. A vállalatnál jelenleg 75 darab gázüzemű busz van, amelyek még 2015-ben érkeztek. Ezek nitrogénoxidból 99%-kal kevesebb, szilárd részecskékből pedig 5-öd annyit jutatnak a levegőbe, mint a dízeljárművek, amelyekből jelenleg több mint 60 van a társaságnál. A legrégebbi és legkorszerűtlenebb buszokat váltják majd ki az új elektromos járművek. Látványterven a 10 új busz egyike. A dizájn még olyan, mint a CNG buszokon, de a technológia még annál is környezetkímélőbb. A gyártó ugyanaz, a modell egy kicsit más. Legjobban ezekre a zöld pécsi buszokra hasonlítanak majd a miskolci járművek is, amelyeknek a forgalombállításával jelentősen csökkenhet a levegőbe jutó korom, a nitrogénoxid és a szénhidrogén mennyisége. Egy gombnyomás és már indul is a busz. Szinte semmi hangja sincs a tisztán elektromos hajtású járműnek. Összesen 10 ehhez hasonló busz érkezik a következő hónapokban a Miskolci Közlekedési Társasághoz. A sofőrök már gyakorolnak a zöggenőmentes átállás érdekében. Gyakorlatilag hasonlítanak, illetve ugyanazok a jelzőgombok, illetve a kezelőszervei, mint az eddig használatos autóbuszainknak. Hát annyiban más, hogy itt a slusszkulcsot felváltott egy nyomógomb, ami az áramellátást biztosítja. De egyébként ugyanazok, tehát ugyanígy itt vannak az ajtókezelő szervei, vészvillogó, a térdeplő funkció, ezáltal a busz lentebből, mondjuk egy megállóban, hogyha babakocsis vagy kerekesszékes felszálló utasunk van. Illetve itt vannak a világítás kapcsolói, kormányállítás, külső világítás, kézifék, tehát gyakorlatilag ugyanazok, mint a most használatos járművek, csak annyi a változás, hogy az elektromos, illetve modernebb, kényelmesebb és környezetkímélőbb. Elek Ádám autóbuszvezető mutatja, miben különbözik a két jármű. Az elektromos autóbusz körülbelül 300 kilométert tud megtenni töltés nélkül. Gyakorlatilag reggeltől estig két műszakon keresztül is képes menni. A sofőrfülke kényelmesebb és modernebb, kisebb a fordulósugara, ezért a manőverezés is könnyebb vele. Nálunk a napi forgalomban jelenleg dízel és gázüzemű autóbuszok közlekednek, most ehhez érkezik ez a villanyüzemű autóbusz, és hát sokkal csendesebb és jobban gyorsul, dinamikusabb a jármű, illetve környezetbarát. Én úgy veszem észre, hogy a tervezők figyelembe vették a járművezetők igényeit, ezáltal sokkal kényelmesebb az ülés, illetve jobban kézre esnek a kezelőszervek, úgy mint a kormány, a jelzőgombok. Az első ilyen busz a múlt héten készült el, ami jelentős mérföldkövet jelent az MVK ZRT számára. Elkészült az első bivádi autóbuszunk, ugye a 10 darab zöld busz programon keresztül beszerzésre kerülő járműből. Ez az egy darab autóbusz már szinte 99%-ban kész van. A többinek a gyártása, az, ugye, ahogy előzetesen is már közöltük, az Komáromba fog megtörténni. Jelenleg már a gyártás folyamatban van. Várhatóan július végére minden egyes autóbusz itt lesz, tehát mint a 10 darab autóbuszt ki fogjuk próbálni, tesztelni fogjuk, és úgy gondolom, hogy az ősszel már az utasok is igénybe vehetik ezeket az autóbuszokat. Az első elektromos buszt jelenleg Miskolcon tesztelik.
Ez a zöld busz programba lett meghirdetve. Itt az autóbuszoknak a felajánlott, tehát a leselejtezésre kerülő autóbuszok eurós besorolása alapján történik az intenzitás meghatározása. Így mi egy ilyen kb. 70%-os arányban állami támogatásból, illetve 30% az önkormányzat támogatásával történik. Jelenleg a beszerzéseknek a lehetőségei viszonylag korlátozottak, illetve ez évtől már csak tisztán elektromos járműveket tudunk a helyi közlekedésbe majd beállítani állami forrásokból. A teljes flotta várhatóan július végére érkezhet meg Miskolcra, amik fokozatosan váltják majd ki a dízelüzemű autóbuszokat. A tisztán elektromos járművek ősztől közlekednek majd hivatalosan, de az utasok már ettől a héttől láthatják a forgalomban a jelenleg még tesztüzemben közlekedő új elektromos buszt.